Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a víz világnapjának dátumaként, melynek célja, hogy az emberek gondolkodásának középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel a figyelmet a víz alapvető szerepére, idén a béke fontosságát hangsúlyozzák, emelte ki köszöntőjében Üszög Lajos, a Heves megyei vízmű Dél-Borsodi üzemegységének vezetője. Az ENSZ által a világnapra kiadott közleményét idézve elmondta, a víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet. Előadásában a Bogácsi Termálfürdő ügyvezetője a termálhő hasznosításának tapasztalatairól és eredményeiről beszélt, bemutatta a fürdő hatékony gazdaságos üzemeltetését két évtizedes távlatból. 2016-ra jutottunk oda, hogy mind az épületek fűtésénél, mind pedig a használati melegvízellátás esetében, illetve a vízforgatós medencéink esetében is mindenhol a termálhőt hasznosítottuk, tehát egyáltalán nem fogyasztottunk gázt. És nem is hőszivattyúval tettük ezt, hanem hőzserülők segítségével, tehát így még ugye a hőszivattyúnál szükséges áram, tehát segédenergia ára sem jelentkezik. Hozzátette, a továbbiakban azon dolgoznak, hogy az önkormányzat intézményeit is ellássák termálhővel. Az előadáson szó volt arról is, világszerte több mint 3 milliárd ember függ az országhatárokat átszelő vizektől. A víz világnapján mindannyiunknak össze kell fogni a vízért, ezzel is segítve a béke megteremtését.